A lengyel területén felállított kópjafánál emlékeztek az 55 évvel ezelőtti eseményekre. Emlékeztek azokra a komáromiakra, akik érintettek voltak az 56-os forradalom és szabadságharcban, de már nem lehetnek közöttünk. Keszi Jenőre, Rácz Ferencre, Vitéz Herceg Tiborra, Csémi Mátéra, Érsek Jánosra. És megemlékeztek azokról is, akik még most is velünk vannak. Róna János, Mihalik Gusztáv, Mühlenkampf József, Schmidt Ferenc. Sok olyan komáromi család is volt, akiknek 56 után el kellett hagynia az országot. Mert a haza nem eladó. Ezüst pénzre sem váltható, mert a haza lelked része. Határait belédvéste ezer éve. Ezer éve a hit, mert a haza kereszted is, betlehemi csillagod is. Hiába tiporták hadak, él, mert a haza. Mert a haza te magad vagy. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége emlékplakettel köszönte meg Molnár Attila polgármesternek 1956 emlékének megőrzéséért végzett tevékenységét. Az elismerést a szövetség megyei szervezete nevében Sinkó Ferenc adta át. Ünnepi műsorral a Kulcsár István szakközépiskola diákjai készültek. 1956. októberében a komáromiak döntő többsége bizonyosan a rádióból értesült a budapesti eseményekről. Az október 23-ai tüntetésről, a kirobbanó fegyveres harcról, Nagy Imre miniszterelnöki kinevezéséről, a parlament előtti vérengzésről. A hírek, illetve a politikusok rádió által közvetített beszédei, röplapok, esetleg szemtanúk beszámolói nem voltak hatástalanok Komáromban sem. Az indulatokat erősen felforrósította az október 25-én a parlament előtti vérfürdő híre. 1956. október 26-án tüntetés kezdődött a délelőtti órákban. Munkásruhás személyek felkeresték Németh Lászlót, a Jókai Mór gimnázium akkori igazgatóját. Azt kérték, hogy engedélyezze a diákok felvonulását. Az igazgató a tanárokkal megbeszélve a kérést, első alkalommal nemet mondott. Tudva a budapesti harcokról, féltették a tanulókat. Az ismeretlen munkásruhás személyek másodszor is megjelentek. Németh igazgató az erélyes követelés hatására a tantestülettel együtt úgy döntött, hogy a gimnázium diákjai tanáraik felügyelete mellett kivonulnak. Mivel a tüntetés híre a diákok között gyorsan terjedt, ekkor a többen közülük az udvarra szöktek. A gimnazisták tanáraik felügyelete mellett zárt sorokban sorakoztak az iskola udvarán. A megemlékezésen Turi Bálint, a Kulcsár István szakközépiskola igazgatója mondott beszédet. Mit szólnak? Mit szólnának azok a munkások, akik 1956. október 26-án itt, a Lengyárban elindították a komáromi forradalmi eseményeket? Ha megtudnák, még néhány évvel ezelőtt sem engedték a mártirok emlékművének felállítását közterületen. Köszönet itt és most is azoknak, akik mindezt nem hagyták. És hogy így Komárom városában, a magánterületen is, de van, hol emlékeznünk. És mert rövid idő múlva ott is találkozni fogunk, köszönet Ács Lajos emléktáblája létrehozóinak, akik nem engedték, hogy feledésbe merüljön osztálytársuk, barátjuk neve. 1956 komáromi mártírja igazi magyar hős. Testvérétől tudjuk, bár kérte a család, nem volt hajlandó emigrálni. Nem követtem el semmit, mondta. Aztán behívták katonának, ahol katonai bűncselekményként kellett tetteiért úgymond felelnie. Kegyelmet ő sem kért. Ügyvédje benyújtotta persze a kérvényt, de mindenki tudta, hogy ezt elutasítják. És igazi magyar hős, mert ezután következett az aljas és rágalmazó, suttogó propaganda, amellyel megpróbálták emlékét beszennyezni. Nem volt kegyelem, mert nem lehetett. Egy olyan totális és médiával támogatott diktatúrában, mint amilyen a Kádár rendszer volt, nem lehetett esélye sem Ács Lajosnak, sem Nagy Imrének, sem a nemzetnek. 21 év telt el a rendszerváltás óta. Ideje kimondani. A Kádár diktatúra felélte a jövőnket. Lélekben és gondolkozásban
tönkretett egy generációt. A mi dolgunk ezért ma már nem csak az emlékezés. Eljött az ideje egy olyan lassú, nyilván fájdalmas, de elkerülhetetlen önépítésnek, ami Németországban 1950-es évek elején, Ausztriában 1955-től a szovjetek kivonulása után következett be. Ebben segítenek bennünket 1956 hősei, akik 11 évvel a világháború után már érezték és értették, csak ez a tiszta élet útja. Tisztán látásukért és tiszta szándékukért hajtuk fejet most előttük, remélve, hogy bár válságban, de egy más európai és Kárpát-medencei környezetben egy jobb Magyarország reménye valósulhat meg. A jelenlévők megkoszorúzták az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére felállított kopjafát, majd fáklyákkal átvonultak Ács Lajos emléktáblájához. Itt az Észak-Komáromi Mariánum magyar tannyelvű egyházi iskola központ diákjai adtak műsort. Kis Dénes, velünk vagy ellenünk? Döntsd el, magyar, mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acélszíve a forróságtól megint. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, és fonjuk láncá a kezünk. Döntsd el, ki élsz itt e honban, velünk jössze, vagy ellenünk. Élj egy magyar, ma aludni gyalázat, vakondok szeret. Jöjj el közénk égő szívvel, s emeld fel büszkén a fejed. Birka fejjel gyávák járnak, napba néző a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határoz, velünk jössze, vagy ellenünk. Eljutottuk a szíveinket, szemünkben villámfény dobog. Hozzátok szólunk fásult falvak, ébredő magyar városok. Vélettünk ma a vérkerítés, új indulókat verszívünk. Tudni akarjuk, tudni még ma, velünk jössze, vagy ellenünk. Utódai a mártíroknak, mi döntsük el a holnapunk. Pitófák nőnek a virágok köz, ha nem merünk, ha hallgatunk. Kiégetik a lelkeinket, férgek marják az életünk. Holnap késő már, ma kiáltson, ki van velünk és ellenünk. Az emlékezők Ács Lajos emléktáblájánál is elhelyezték az emlékezés virágait, koszorúit.